Nagyváros testvérvárosában, Lentiben, a 6. kerületi diákok. Pályázati felhívás terézvárosi civil szervezetek számára. 7. hét a terézvárosi napközistáborban. Ottilia néni 90 éves lett. Megérkeztek a terézvárosi iskolákba is a tankönyvek. Nyári indián tábor a terézvárosi gyermekkönyvtárban. János bácsit 90. születésnapján köszöntötték. Hevesi Tamás koncertje a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Terézváros testvérvárosában, Lentiben, ezúttali már 8. alkalommal rendezik meg a cseretábort. Az idén a programokban többek között szerepel a Balatonbogári Kalandparkban való kalandozás, a Lenti gyógyfürdőben lubickolás, a Zselici Csillagpark meglátogatása, és gyönyörködhetnek a lendvai Orchidea Parkban is. Eljutnak Kaszón kis vonattal a Balátatóhoz, és a tábor utolsó délutánján a szokásos városi vetélkedőn mérik össze tudásukat. Forgatócsoportunk a várva várt indulás pillanatait örökítette meg. A jövő heti híradónkban részletesen is beszámolunk a cseretábor eseményeiről. Ismét eltelt egy év, és indulunk Lentibe. Nagyon-nagyon sok munka van a programok összeállításában, remélem nagyon jól fogják érezni magukat a gyerekek. Vannak ugye megszokott programok, mint például a strand vagy a kalandpark, de ma a mai napon olyan szerencsések vagyunk, hogy ugye az idő nagyon meleg, ezért Balatonbogláron fogunk kalandozni, és utána ott a szabad strandon fogunk egyet fürdeni, tehát vacsorára érünk Lentibe. Ezen kívül, ami nagyon újdonság, hogy átmegyünk Lendvára, ez egy szlovén város, és ott megtekintjük az Orchidea Farmot, illetve a vináriumot. Csütörtökön a terveink szerint kisvonatozunk, és meglátogatjuk a Balátató természetvédelmi területét, ami egy nagyon érdekes, tulajdonképpen egy reliktum maradvány ez a tó. Mi kapunk idegenvezetést, remélem, hogy sok minden érdekességet fogunk látni. Iskolánként 9 gyermek jöhet. Jelenlegi információm szerint már van 5 lemondásunk, hogy jelezték a szülők, mondjuk ez nagyon pozitív, mert valamikor nem is szokták jelezni, mondván, hogy nekik semmit nem kell befizetni, mert ugye mindent az önkormányzat támogat, és majd meglátjuk, hogy mennyi lesz a végső létszám. Mindig nagyon kedvesek, ezért szoktuk előre jelezni a programokat, hogy szegény polgármester úr ne álljon ott feleslegesen, úgyhogy mindig szoktam neki telefonálni, hogy na már itt vagyunk Lenti határában, és akkor odajön, és nagy szeretettel fogad bennünket, és remélem, hogy valami isteni vacsorával várnak minket. Remélem, senkinek nem lesz semmi baja, és hamar odaérünk viszonylag. Te 3. alkalommal mész már Lentibe. Mit vársz ettől a 3. tábortól? Hát, hogy idén is jó programokat sikerül összetenni, meg hogy mindenki örülni fog, és jól érezzük magunkat. Igazából megpróbálok minden jóra gondolni, és hát igazából barátaim is itt vannak, szóval így jobb is lesz. Ma Balatonra megyünk, és jó idő van, és remélem, hogy mindenki élvezni fogja. Úgy az utolsó nap felé szoktak úgy a fiúk általában úgy beszélgetni, meg játszani együtt, meg együtt vannak úgy az utolsó napon. Várjátok a tábor? Igen. Iskolát várod? Nem. Szeretetteljes izgalommal vártuk ezt az utazást, főleg ő este alig bírt elaludni, szokás szerint. Készültünk már pakolással, stb. Az ilyen szokásos dolgokkal. Ezzel az iskolával többször utazott már, és nem volt soha semmilyen problémánk. Tehát olyan különösebb tanácsot nem kellett adjak neki. Amúgy is a lányom egy kicsit öntudatos, megbízható is, úgyhogy
nem volt semmilyen különösebb tanácsom az iskolától és az önkormányzattól, mert többször részt vett, aminek nagyon örültünk a meghívásnak. Duna Bogdánytól kezdve a Teka táborba is részt vett az öccsével együtt, és most a lenti táborban már másodjára van. Igen, a jó tanulóknak jó jár. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a 6. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2019. év második félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére, a 2019. év augusztus 1-e és december 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 14 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselőtestület évente 2 alkalommal nyílt pályázati eljárást követően dönt. A második fél évben felhasználható keretösszeg 7 millió forint. Pályázhatnak azok az alapítványok, egyesületek és egyházi jogi személyek, amelyek 6. kerület Terézváros közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, bejegyzett országos vagy regionális szervezet esetén önálló terézvárosi szervezeti egységgel rendelkeznek. Tevékenységüket részben vagy egészben Terézváros közigazgatási területén fejtik ki. Az adatlapok beszerezhetők a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, illetőleg letölthetők az önkormányzat honlapjáról a www.terezváros.hu oldalról. A beadás határideje 2019. augusztus 31-e. A pályázatot írásban a Budapest főváros 6. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal humán szolgáltatási főosztályán 1067 Budapest 5-ös utca 3 szám alatt lehet beadni. További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal humán szolgáltatási főosztályán, amelynek telefonszáma 061-342-7582. A pályázatok elbírálása után minden pályázót írásban értesítenek. A nyertesekkel az önkormányzat támogatási megállapodást köt. A Terézvárosi napközis tábor 7. utolsó előtti hetére ismét visszatért a jó idő. A hét kezdetén a szokásos görkorcsójegyzés és a városligeti gumiasztalozás mellett Bokros Albert nemzetközi sakkmester jött el a táborba, és tartott foglalkozást a gyerekeknek, akiknek nagy örömére szinte minden nap eljönnek a nemzetközi mesterek, hogy a táborozók sakktudását tökéletesítsék. A tábor 5 csoportja minden nap más-más helyszíneken járt. Voltak a Hagyományok házában, ahol néptánc foglalkozást tartott nekik Farkas László aranysarkantyús táncművész. Mások a mindennapi úszóedzés után a Kossuth Múzeumhajón múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Az Iharos Sándor Margit-szigeti atlétikai centrumban futballedzést tartott Gyarmati Ádám labdarúgó. A programok között szerepelt a gipsz korszak játszóházban figurák festése és a már hagyományos látogatás a Bombonetti csokoládégyárban. Jó néhány csoport a kerületi Bajza utcai általános iskola tanúszodájában lubickolt, mások a 3D galériát fedezték fel. Ha csütörtök, akkor egész napos a program. Így ezúttal is a gyermekek kedvenc autóbuszos kirándulása során a Visegrádra utaztak bobozni, az idén is eljutottak az Aeroparkba, és ezen a héten sem maradhatott el a római strandon való üsölés. Jártak a Kiscelli Múzeumban, ahol élő társasjáték foglalkozáson vettek részt. Levezetőként labdás, sor és váltóversenyen mérhették össze ügyességüket a gyerekek. Ezen a héten a szombat munkanap volt, így a tábor is működött. A Csipet csapat a Városligetben a gumiasztalon ugrált, majd az állatkerti látogatás után fagylaltoztak a táborozók. Stábunk ezúttal a 6. kerületben található 3D galériába kísérte el a diákokat.
Ez a galéria 2016. augusztusában nyílt, szóval most vagyunk 3 évesek igazából, és ez is most a 3. tárlat, minden évben cserélünk, és én igazából szerintem egy kicsivel később jöttem, de úgy láttam az egésznek a fejlődését. Ez elég új dolog, és mi kezdtük ezt az egészet így behozni Magyarországra is, meg Európába is, de már kezdünk beletanulni, van egy grafikusunk is, aki ezzel foglalkozik, és hát nyilván igaz, mindenki, amikor kitaláljuk ezt az egészet, akkor így közösen gondolkodunk az egészen, és úgy készítjük el a képeinket. Maga a perspektíva az, ami nagyon fontos, hogy jó helyen legyen, és hogy lehessen ugye fotózni. A másik pedig ugye az árnyékolásnak a technikája és az egymáshoz viszonyítottság, ugye ezek adják a képeken azt, hogy utána később 3D-s hatást tudnak adni. Ezen a héten voltunk Csoki gyárban, amely nagyon érdekes volt, végig kísérhettük a csokoládé készítés módját, és betekintést nyerhettünk, hogy hogyan is juthatunk el, vagy készülhet a csokoládé. Azután előző hetekben voltunk strandon, voltunk Aeroparkban, voltunk a Kossuth Múzeumhajón, a Kisseli Múzeumban a kézművesek számos lehetőséget kaptak kézműves foglalkozásra. A Hagyományok Házába mehettek el a táncosok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekek számos olyan programot kaphattak, amiből tanulhattak és élvezhették az életet. Van egy olyan sláger, hogy Trabanton szállni élvezett, és ti most itt vagytok egy Trabantban a 3D-ben. Meséljetek nekem, hogy milyen a Terézvárosi napközis tábor. Nagyon jó, és sok élményben vettünk már részt. Mi volt eddig a kedvenc? A bobozás, meg a 3D galéria. Mi volt neked a legnagyobb élményed ezen a héten? Mit szerettél a legjobban? Hát azt, hogy például ezt a 3D galériát, meg még azt, hogy tudtam a társaimmal robloxozni együtt. Ez tökre jó. Liliana, miért szereted a nyarat? Mondjuk azért, mert lehet medencébe fürdeni, meg most egy kicsit nyári szünet van az iskolában, nem kell sokat tanulni, és nincs házi. Walter, várod-e már az iskolát? Nem annyira. A 6. kerületben élő Kratofil József Lászlónét 90. születésnapi alkalmából Varga Lászlóné nyugdíjas referens köszöntötte, és adta át az ajándékok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Ottilia néni régi kedves ismerősként fogadta a köszöntésére érkező Varga Lászlónét, az önkormányzat nyugdíjas referensét, és szívélyes vendéglátóként korát meghazudtoló fürgeséggel sürgött, forgott a vendég körül. Meghatódva vette át a miniszterelnök köszöntőlevelét és a polgármester oklevelét, valamint az önkormányzat ajándékát, a Tarka Barka bokrétát. Elmesélte, hogy Matyóföldön született, édesapja pedagógus, édesanyja óvónő volt. Tanulmányait Egerben az angol kisasszonyoknál végezte, és miután férjhez ment, került fel Budapestre. 66 esztendeje Terézvárosban él. Első pillanattól kezdve rajong a város részért. 35 éve vonult nyugdíjba. Aktív éveiben ügyintézőként a vízügyi főigazgatóságon, majd a MÁV tervező intézetben dolgozott.
Ottilia néni szabad idejében nagyon szeretett utazni, örömmel barangolta be az itthoni és a külföldi tájakat, városokat. Másik nagy hobbija a babák, játékok, apró ajándéktárgyak gyűjtése volt. Mint mondta, ha megírná élettörténetét, akkor a kellemetlen élmények, nehézségek, öt, az örömteli jó dolgok pedig két vaskos kötetben férnének meg. Az évek során megtanulta, hogy csak a szép emlékeket érdemes felidézni. Ami rossz volt az életben, azt jobb nem háborgatni. Mindenkinek ezt tanácsolja, aki jókedvűen, derűsen akarja tölteni napjait. A jó közérzet szerinte életvitel és elhatározás kérdése. Ő igyekszik és mindig elfoglalni magát, bevásárol, főz, rendben tartja lakását, minden nap sétál egy nagyot. Jó egészséget kívánunk az ünnepetnek! Az idén is a tervek szerint a hó végéig Terézváros iskoláiba is megérkeznek a tankönyvek. A könyvtár ellátó non-profit Kft. A Kelló a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet működtet, amelyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a Kft. Összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek és a diákoknak. Az intézményt váltó gyerekek számára, illetve egyéb esetekben, például elvesztett vagy megsérült tankönyvek, az iskolák évközben is tudnak tankönyveket rendelni, amelyeket a könyvtárellátó egyidejűleg teljesít. Az elsőtől 9 év folyamig valamennyi tanuló térítésmentesen kapja a tankönyvet. A 2019-2020-as tanév szülőket és diákokat érintő tankönyvrendeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a www.kello.hu weboldalon találhatók. Stábunk a 6. kerületi Vajza utcai általános iskolában a tankönyvek érkezésénél forgatott. Ilyenkor, amikor megérkeznek a tankönyvek, akkor nekünk darabra át kell venni azt a mennyiséget, amit megrendeltünk, miután megszámoltuk, csoportosítjuk ugye alsó-felső tagozatra, és utána szétosztjuk osztályonként a könyveket, hogy az első tanítási nap minden gyerek meg tudja kapni a saját könyvét. Minden évben küld nekünk a Kelló a tankönyvek mennyiségéhez mérten 3 vagy 4 diákmunkást. Ők idén is megérkeztek, ők segítenek nekünk, illetve olyan diákjaink, akik jelenleg még bajzások, vagy éppen csak elbalagtak, vagy régi diákok, akik ide jártak. Természetesen ugye az anyukáknak segítenek a saját gyermekeik is, akik csak tiszteletbeli bajzások nem ide járnak, úgyhogy elég szép számban vagyunk itt, és elég gyorsan tudjuk elvégezni a munkát. Akinek mi nagyon-nagyon örülünk, 2 olyan volt bajzás, az egyik kolléganőnknek már egyetemista gyermeke, a másik meg Varga Veronika, aki 2 éve végzett itt a bajzában, és ő újra visszajött ide hozzánk segíteni. A másik Bakosné Sági Gabriella kolléganőnek a fia Bakos Benjamin, aki szintén ide járt a bajzába. Szeptember 2-án becsöngetnek itt a Bajza utcai általános iskolába is. Hogy történnek a könyvek szétosztása? A tankönyvet most már több éve ingyenesen kapják a diákok, ezért az első tanítási napon az osztályterembe a saját osztályfőnökük fogja a kezükbe adni, teszik be a táskájukba, viszik haza, és kötik be délután szép papírba, vagy csak egyszerűen ráírják a nevüket, hogy melyik kié. Természetesen a tartós tankönyveket, azokat használtan kapják meg az előző évfolyamról, ezekbe pecsét kerül, beleírják az első tanítási napon a saját nevüket, és így tudjuk azt megnézni majd tanév végén, hogy ugyanolyan állapotban, vagyis használható állapotban adják vissza.
Mert téged 2 évvel ezelőtt búcsúztattunk innen a Bajzából, azóta te már nagylány vagy, középiskolába jársz, de most visszajöttél segíteni. Milyen volt most újra belépni a Bajzába? Nagyon jó volt újra visszajönni, visszajöttek a régi emlékek, láttam régi tanárokat, termeket, meg a tablónkat. Mert azt még áruljuk el, hogy milyen az új iskola. József Attila gimnáziumról beszélünk, hogy jöttek be a számításaid? Szeretem az iskolát, lett sok barátom, nagyon jók a tanárok, és az órák is nagyon jól vannak elosztva. És tervezitek itt a Bajzába, hogy találkoztok a régi osztállyal? Igen, 4 évente, úgyhogy majdnem sokára 2 év múlva. Szeretnénk találkozni. A Terézvárosi Gyermekkönyvtár minden nyáron egyhetes ingyenes drámapedagógiai olvasótáborral várta általános iskolás olvasóit, amelyek mindig egy-egy témaköré szerveződtek. A túljelentkezés miatt az idén már 2-szer egyhetes tábort szerveztek, külön alsósoknak július 29-e és augusztus 2-a között, és külön felsősöknek augusztus 5-től 9-éig egy-egy hetet. A téma pedig mindkét alkalommal az indiánok volt. Indián falut építettek fel a gyerekkönyvtárban, a törzs totemet választott, közösen megalkotva a hozzá kapcsolódó eredet mítoszokat, és elkészítették a totemoszlopot is. Mindenki kapott indián nevet. Felelevenítették közösségi szokásaikat, szertartásaikat, megismerkedve világképükkel, értékrendjükkel. Eredeti indián népmeséket, mítoszokat és róluk szóló regényeket ismertek meg, és játszottak el. Volt íjászat, bölényvadászat, musztangok befogása, felnőtt harcossá avatásukhoz ügyességi próbákat kellett kiállniuk. Kézműves foglalkozásban sem volt hiány, öltözékük fontos és jellegzetes kiegészítőik maguk készítették el. Az ingyenes tábort, mint évek óta mindig, ezúttal is a Terézvárosi Önkormányzat támogatta. Stábunk a kicsik és nagyok közt is készített felvételeket. Mind a két csoportnál foglalkoztunk a szokásokkal, hagyományokkal, népmesékkel, mítoszokkal. A regények azok például mások voltak, amit játszottunk. Az alsósoknál Erdős mai magyar gyerekregénye, ifjúsági regénye volt, az apró törpe indiánok. A felsősökkel pedig az utolsó mohikán volt az, amit részletesen eljátszottunk. Illetve hát a fókusz is azért más volt. Egy-egy szertartást más tudtak meg azért a felsősök, komolyabban vettük, többet beszéltünk a hitvilágukról, és például a felnőtti avatási próbájuk is komolyabb volt a nagyobbaknak. Az indián az egy hálás téma minden gyerek korosztálytól függetlenül, azt hiszem még a felnőtt férfiak is szívesen állnának be néha indiánkodni, úgyhogy nagyon élvezték az egész tábort. De ami nekünk fontos volt, hogy az értékrendjüket is nagyon jól megérezték, átérezték, és azonosulni tudtak vele, hogy az állatok, a környezet, a természet fontos, a kövek is fontosak, mindenben lélek lakozik, és ezért tisztelettel bánjunk vele. Ki mondja, hogy hol vagyunk, ki lesz az a bátor? Egy indián faluban. Indián faluban, és hol van ez az indián falu? Terézvárosi gyermekkönyvtárban. Sokszor elszívtuk a békepipát, és ijászkodtunk is, meg még volt olyan, hogy tanultunk harci kúszást, akkor megtanultunk halkan osonni, és nagyon jó volt. Otthon nem szoktam indiánoskodni, de tanultunk
hogy hát olvastunk indiános meséket, mítoszokat, legendákat, kimentünk, és ott is így vadásztunk ilyen bikákra. Volt két ilyen ló, és azon voltak ilyen kábolyok, és a többiek, akik fut, és volt egy ilyen lasszós, az is elkaphatta kötéllel a többi lovat, mert akik futkároztak, azok is így lovak voltak, akik még vadon éltek. És akik a lovon voltak, azok meg így kézzel meg kellett érinteni, és az olyan volt, mintha lelasszózták volna őket. Nagyon szerettem az ijászkodást, és mindig, amikor szünetünk volt, akkor mindig sokat olvastunk a barátnőmmel. Egyébként jársz ide a könyvtárba évközben? Igen, szoktunk ide járni, szoktunk kikölcsönözni könyveket, visszahozni. Mik a kedvenc könyveid? Hát a Geronimo, abban már az összeset olvastuk, és még most vége lett a Geronimo-nak, ezért elkezdtük a Bet-Betet. Én azért szeretek ide járni, mert itt van ilyen kis konyha, és akkor az öcsémmel mindig jókat tudunk itt játszani, miközben anya megválogatja a könyveket, hogy mik jók. Anyukám ide beiratkozott, és már itt van könyvtárjegyem is, és ki is kölcsönöztem már egy könyvet. És majd el fogok ide kezdeni járni, mert nagyon jó. Igazából én a két barátommal jöttem, de már így is nagyon tetszett a tábor. Aztán máskor is eljövök ide, és várom majd azt is, hogy eljöjjek ide. Tavaly is már voltam itt, akkor viszont nem az indiánok voltak a témák, nem az volt a téma, és nekem tavaly nagyon tetszett, és anya mondta, hogy idén is lesz, és akkor mondtam, hogy akkor én szeretnék eljönni. Nekem azt tetszett, amikor az utolsó Mohikán című indián könyvből adtunk elő egy jelenetet, és én játszottam a Maguát. Ijászkodtunk, meg mesét hallgattunk sokszor, csináltunk egy ilyen hajba tehető indián fonatot, és indián karkötőket is csináltunk. Mesélj nekem, hogy itt volt egy szertartás, az mi is volt, és mesélj a kedves nézőknek, hogy milyen egy indián szertartás. Hát én azt tudtam meg róla, hogy régen az indiánok ilyen gyógynövényeket tűzzel, így tüzet csináltak vele, és utána a füsttel azzal úgy megtisztították magukat, és így megtisztultak. Számomra az volt a legjobb, amikor az indián próbát csináltuk, hogy felnőtt harcosokká avatassanak minket. Én a családommal azért szoktunk ide jönni, és azért szeretünk is, és mindig várjuk, mert kedvesek a könyvtáros nénik, meg sok vicces könyv van, meg úgy aranyos az egész hely, és szépen ki van díszítve, és olyan kis barátságos az egész. Lehet, hogy eljövök máskor is ide a családommal, és megnézeketjük a könyveket. És hát sajnos augusztus vége fele vagyunk, várod az iskolát? Igen, én nagyon várom már, ugyanis felsős leszek, és még nem tudom, hogy az milyen érzés felsőssé válni, de már nagyon izgulok. Nálad mi a helyzet, suli, várás? Hát én már felsős vagyok, és én is várom az iskolát, most leszek hatodikos. Újra tudhassak így a barátaimmal beszélgetni, viccelődni. Nagyon sok terézvárosi jár hozzánk amúgy is, és a táborban is sok terézvárosi vagy terézvárosi iskolában tanuló gyerek jár hozzánk, a táborban is így vannak, de természetesen a mi könyvtárunk a gyermekkönyvtáros szakmában, mint egy országos módszertani központ is működik. Zászlós hajója vagyunk mi az országos szinten a gyerekkönyvtáraknak, ezért igyekszünk különben a megjelenésünkben is újat hozni ebbe a szakmába, a programokkal is, ugye a drámapedagógia révén, de természetesen olyan sok olvasónk van, és annyira terjed a hírünk, hogy nem zárhatjuk ki azokat, akik nem terézvárosiak, így a táborban is szémszámmal képviseltették
hozzák a barátaikat, testvéreiket, úgyhogy bővül egyre a kör. Sok nem telézvárosi volt, de ennek mi örülünk. Rendbe rakjuk az olvasók után a könyvtárat, minden könyv pontosan a helyére kerüljön, tisztaság legyen a polcokon, még a könyvek alatt is, ne legyen poros egy könyvnek se a teteje sem. Úgyhogy nagy munka vár még itt ránk, és hát készülünk majd a következő évadra, a következő programokra, amikre egyébként fel fogjuk használni ezeket a sátrakat, eszközöket is. Rendszeresen vannak nekünk is drámapedagógiai programjaink, minden bizonnyal lesz majd indiános foglalkozás is a programok között, de hát ezeket a sátrakat is a Terézvárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően vettük meg, ahogy minden évben a Terézvárosi Önkormányzat támogatja a mi táborunkat. A tábor ingyenes az olvasóink felé, de hát ugye nekünk valahonnan biztosítani kell a szükséges eszközöket, anyagokat, különösen egy drámapedagógiai tábor rengeteg kellékre van szükségünk, és ezt az önkormányzatnak köszönhetjük. A napokban ünnepelte 90. születésnapján dr. Kovács János, a 6. kerület lakója. A jeles évforduló alkalmából Cuppon Zsolt önkormányzati képviselő adta át az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét és Hassai Zsófia polgármester oklevelét, valamint az önkormányzat ajándékát. János bácsi szegény családból származik, szülei a nagyszögi majorban voltak cselédek. A szegénységből 11 évesen egy betegség révén tudott kilépni, amikor kezelő orvosa azt mondta neki, segít, hogy középiskolába tudjon járni. Az egyetemen állatorvosként végzett, és a Fejér megyei Kálósz körzeti állatorvosa lett. Rátaláltam egy olyan asszonyra, aki mindent megtett azért, hogy jól érezzük magunkat. Szépen éltünk, a pénz nem játszott szerepet életünkben. Nem hajszoltuk, de semmiben nem szenvedtünk hiányt. Idézte fel a múltat János bácsi. Egyetlen asszony mellett élte le életét, nem volt szüksége másikra, mint mondta. Abban, hogy valaki hosszú életű legyen, nagy szerepet játszanak a nők, mert ők mindenből megtalálják a legjobbat. Nagyon fontos a jó minőségű étel is, tette hozzá az ünnepelt, akit mi is köszöntünk szeretettel 90. születésnapján. A szombati munkanapon a délutáni hazatérők is megmegálltak a már ott lévő közönség mellett, hogy meghallgassák Hevesi Tamás előadó művész Hunyadi téri műsorát. A Tér zene, Zenetér című program ezúttal sem okozott csalódást a publikumnak. Igazi, ismert slágereket, zeneszámokat varázsolt a színpadra a művész. A következő alkalommal augusztus 17-én 18 órakor a Terézvárosban élő Sajgál Erika, Kovács István színész házaspár lép fel. Tudod, ennyi még belefér, egy kis tapsot mindenki, hey! Zöngyög az élet, dobog a szívem, köszönöm szépen, ez is elég. Zöngyög az élet, de van egy hírem, ameddig bírom, már jön mindenki azt, hogy hey! Zöngyög az élet, dobog a szívem, köszönöm szépen, a taps is elég. Nagyon nagy örömmel jöttem, tehát fantasztikusan csoda szép lett a Hunyadi tér. Mikor itt legutóbb jártam, nem így nézett ki. Szóval egy ilyen színpadon, egy ilyen pavilonban énekelni csodálatos. Nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen gyülekeznek az emberek, nagyon sokan lesznek, és hát készültem természetesen egy speciális műsorral, majd aztán figyelem és alakítom a dalaimat olyan irányba, hogy amerre a közönség is visz engem és formáz. Az ágyamban fekszem, sarokban a fődi. Épp velem szemben láttatok-e ilyen díjat, amit tegnap nyertem? Napvergyőért küzdöttem végig ezt a nehéz versenyt. Mindenki, mindennek teszek, hogy én legyek az első, hisz a főn ilyen csíkos napvergyő, majd a fejem fölött haszforgatom. Egyébként én a szomszédban nagyon sokat járok, az Izabella utcán, feleségem ugye itt is tanít az egyetemen, úgyhogy
A parkolás, igen, a parkolás. Hatodik kerület a parkolás. Na, egy nagy P betűt, azért jó lenne nekem is kitenni, valahol meg tudnék néha állni. Szóval az nem könnyű, de hát az egész város ilyen. Úgyhogy csoda szép, úgyhogy hajrá! Akkor indulj hát, mától nincs határ, csak nyomd a gázt, valahol valaki vár. Hát mostantól új élet és új remény, csak napfény és hálidé, utoljára hé, akkor indulj hát. Nem minden napi premier volt ma itt a Hunyadi téren, hiszen az előadás után önnek külön énekelt Hevesi Tamás művész úr. Nagyon megható volt, és nagyon örültem, mert nekem a csengő hangom az ő egyik dala, a Vigyázz rám, és ezt nem hallottam, és azért kérdeztem tőle, hogy egyáltalán mikor énekelte, és akkor nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy pont azt húzta ki, utoljára akarta énekelni, de szerencsére nekem elénekelte. Mit tetszik szólni ezekhez a terézvárosi hunyadi koncertekhez? Nagyon tetszenek, hát nem mindig tudok eljönni, ma kivételesen a Hevesi Tamás miatt eljöttem, és hát tényleg nagyon jók, ötletesek, és hát nagyon kulturáltak is. Hát a tér, igen, én már átéltem egyest mást, hogy átalakul, de így most nagyon kellemes lett. Tetszik. Új élet és új remény, csak napfény és halidé, halidé. Kedves nézők, megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeket. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jó, a viszontlátásra!